Mennyire boldogok a gyerekeid? Kopogtatás szülőknek. 11. rész. A gyermeket képes leküzdeni az akadályokat, észszerű határokon belül. Hogyan kopogtas? Az EFT segít eltüntetni a negatív érzelmeket, csökkenteni az érzelmi, mentális és fizikai stresszt, és pozitív célokat elérni. Próbáld ki! Addig kopogtasd két ujjaddal a következő ábrákon látható pontokat, az arcodon és a testeden, amíg elismétled a szöveget, amit közben hallasz. A kopogtatás előtt határozd meg, hogy egy 0 és 10 közötti skálán milyen számot adnál. Szerinted mennyire képes az akadályokat észszerű határokon belül leküzdeni? 0, amikor egyáltalán nem képes rá, 10, amikor maximálisan képes erre. Ha megvan ez a szám, kezdhetjük a kopogtatást. Kéz oldala. Annak ellenére, hogy az akadályok és kihívások előtt megtorpan, mélységesen szeretem és teljesen elfogadom magam. Kéz oldala. Annak ellenére, hogy nem tudom rávenni, hogy leküzdje az akadályokat, és ez aggasztó, mélységesen szeretem és teljesen elfogadom magam. Kéz oldala. Annak ellenére, hogy elszorul a szívem, mikor azt látom, hogy nem meri vállalni a kihívásokat, mélységesen szeretem, és teljesen elfogadom magam. Szemöldök. Azt látom, hogy a gyerekem megtorpan az akadályok előtt. Szem mellett. Rossz látni, mikor nem mer egy-egy kihívásnak megfelelni. Szem alatt. Összeszorul a szívem, mikor megfutamodik az akadályok elől. Orr alatt. Mikor mindent kitalál, csak ne kelljen egy-egy kihívást teljesítenie. Áll, vagy egy-egy akadályt leküzdenie. Kulcscsont. Tudom, hogy ilyenkor túl sok a stressz benne. Kar alatt, és túl sok a félelem. Fej, és szívesen segítenék neki. Szemöldök. De azt látom, hogy ilyenkor a győzködés, szem mellett, vagy a rábeszélés nem segít. Szem alatt, sőt, néha még ront is a helyzeten. Orr alatt, és én is tele vagyok feszültséggel. Áll, hogy nem tudok neki segíteni. Kulcscsont, és nem tudom meggyőzni sem. Kar alatt, hogy ezek nem olyan kihívások. Fej, amiktől ennyire félnie kellene. Vigy egy mély lélegzetet, és folytasd a kopogtatást. Szemöldök. Azt választom, hogy elengedem. Szem mellett. A saját frusztrációm amiatt, mert ő megakad. Szem alatt. Elengedem a saját szorongásom. Orr alatt. Elengedem a saját feszültségeim. Áll. Elengedem a saját dühöm. Kulcscsont. Elengedem a saját kétségbeesésem. Kar alatt. Elengedem a saját félelmeim. Fej. És ettől egyre nyugodtabb leszek. Szemöldök. És egyre könnyebben bízom benne is. Szem mellett. És talán azt is észreveszem. Szem alatt, hogy nem mindenben akad meg. Orr alatt. Vannak olyan kihívások, áll, amelyeket képes teljesíteni. Kulcscsont. Vannak olyan akadályok, kar alatt, amelyeket le tud küzdeni. Fej. És ez megnyugtat annyira, hogy egyre jobban bízzam benne, hogy idővel más akadályokat is képes lesz leküzdeni. Végy 3 mély lélegzetet, milyen számot adnál most arra, hogy a gyermeket képes az akadályokat észszerű határok között leküzdeni a 0 és 10 közötti skálán? Ha szükséges, azaz ez az érték még nem 10-es, kezd előről a kopogtatást.